Száraz, félig penészes kalács kerül a kukába, mivel emberi fogyasztásra nem alkalmas, így ez nem minősül pazarlásnak. Ám ha csupán száraz lenne a péksütemény, az bizony pocsékolásnak számítana. Arról kérdeztük a szexárdiakat, hogy miket szoktak kidobni, és ha nem szemétbe kerül a feleslegessé vált élelmiszer, akkor azzal mit kezdenek? Nem, amit tudok, felhasználok, és... Mire használja fel? Hát másnap megesszük például. Többen tudatos vásárlóként figyelnek arra, hogy ne képezzenek felesleges szemetet, és csak annyi élelmiszert vesznek a boltban, amennyire szükségük van. Feleslegesen nem vásárolunk, annyit veszünk, amennyit általában elfogyasztunk, úgyhogy nálunk nagyon minimális az, amit kidobunk. Előfordult, hogy mondjuk a kuka tetejére rakott kizsámlét, hogy más esetleg elvigye, vagy nem. Egyéb formát? Nem, mert kenyeret meg abszolút nem. Én, ha veszek, akkor lehűtöm, méhűtőbe beteszem, és akkor mindig annyit veszünk erről, amennyit megeszünk, vagy csemlemorzsát csinálunk belőle, úgyhogy nem pazarolunk. Igyekszek úgy vásárolni, hogy elfogyjon az étel. Akadtak olyan lakosok is, akik minden élelmiszert fel tudnak használni, és szinte semmit nem kell kidobniuk, mert a háziállatok etetésére kiválóan alkalmasak a megmaradt ételek. Van egy 80 kilós kutyám, 4 macskám, mindent megfőzök, mindent felhasználok otthon. Semmit nem dobok ki. Semmit nem dob ki? Nem. Tehát dobok, még a penészes kenyeret sem? Azt sem, mert csirkeim is vannak, beáztatom vízbe, és odaadom a csirkeimnek. Semmit nem dobok ki. Ezek szerint a világnap céljaival egyetért? Egyetértek. Nagyon sok hulladék megy ki, élelmiszer, ami nem kellene. Nem dobom ki. Van 2 szép kutyám, és az általában meg szokta enni. Semmit nem dob ki? Hát, valamit kidobok. Például? De alma, amikor megrohad a fáról, leszedem ilyeneket. De hús meg ilyesmit, az biztos, hogy nem. Érdekesség, hogy az élelmiszer hulladéknak több fajtáját különböztetik meg a szakemberek. Ennek van 3 sav, egyébként a háztartásban elkerülhető, nem elkerülhető, és potenciálisan elkerülhető. Az elkerülhető élelmiszer hulladék az egyenlő a pazarlással. Arra ez a szó, hogy elkerülhető, hogy fölöslegesen vettük meg, vagy fölöslegesen készítettük el, vagy fölöslegesen sokat tettünk ki a tányérunkra, vagy hagytuk, hogy megromoljon az élelmiszer. A nem elkerülhető élelmiszer hulladék, az pedig az élelmiszereknek azon része, amit élelmiszerként vettünk meg, de nem fogyasztható rész, mint mondjuk a gyümölcsnek, vagy a csirkecsön, és a potenciálisan elkerülhető, az pedig azt jelenti, hogy az emberek nagy többsége valamit lehet, hogy meg tud enni, mint mondjuk a kenyérhéja, de lehet, hogy valaki az egészségi állapotából kifolyólag nem tudja elrágni. Magyarországon egyébként pozitív irányba változott ez a folyamat felmérések szerint, mondja Kassa Gyula, a Nihbih munkatársa, valamint a Maradék Nélkül program vezetője. 2 felmérést végeztünk 2016-ban és 2019 év végén. A 2 felmérés között 4%-kal csökkent a háztartási élelmiszer hulladék mennyisége. Ez számokra vetítve azt jelenti, hogy 68 kg-ról 65 kg-ra csökkent fejenként évente a háztartásokban kidobott élelmiszer. Ennek a fele az, ami zarlás, tehát az elkerülhető élelmiszer hulladék. Az, hogy kevesebb élelmiszer dobunk ki, annak köszönhető, hogy többet foglalkozott a témával a média és az oktatás. Úgy értük ezt a csökkenést ugyanis, hogy közben a vásárlóerő nőtt elég jelentősen a 3 év alatt 16%-kal. És azt figyeltük meg, hogy azokban az országokban, ahol magasabb a vásárlóerő, ott több hulladék. Tehát ha lehet így mondani, akkor Magyarország ellenszélben tudta csökkenteni egy kicsit az élelmiszer pazarlását. Vagyis úgy dobtunk ki kevesebb élelmiszert a szemétbe Magyarországon, hogy közben többet vásároltunk. A felmérés azt is vizsgálta, hogy milyen az összetétele az élelmiszer hulladéknak, és kiderült, leggyakrabban készételek, friss zöldségek, gyümölcsök, valamint kenyér, illetve egyéb pékáruk mennek veszendőbe. Szeptember 29-én van az élelmiszerpazarlás elleni világnap, amikor a tudatos fogyasztásra kívánják felhívni a figyelmet. Vagyis arra, hogy csak annyi élelmiszert vásároljunk, annyit főzzünk, annyit vegyünk a tányérunkra, amennyi elfogy. Ha pedig mégis marad valamennyi, azt igyekezzünk egyéb módon hasznosítani. A hulladékot például lehet komposztálni, vagy takarmányként felhasználni.